Szép jó hajnalt mindenkinek, Torin vagyok, ez pedig a Distrust. Egy érdekes játék, amely látszólag egy egyszerű túlélő játék, egy antarktiszi kutatótáborba. Na, legyen, tutoriálozzuk. Szedje fel a palánkot, és akkor be tudunk gyűjteni. Gyűjteni. Már csak be kell zárni az ablakokat, különben nem sokat ér az ilyesmi. Generátort bekapcsolhatjuk némi üzemanyaggal, és akkor lesz fény is. Ami drasztikusan segít mindenkinek. Próbáljuk kinyitni egy zárnyitással. Ilyen a kevés játékok egyik, ahol a kaja meg egyéb ilyenek nem magától beugrik a játék a karakterbe, hanem időbe kerül. Szokat, akkor kapunk belőle még fa alapanyagot, ami hasznos. De mindennek ára van. A legtöbb alapanyagnak fogyó eszközei vannak. Meg volt a tutoriál. Most játszunk egy normálisat.
Hát ez az igazi nehézség, jóval nehezebb, mint a másik. A másik az csak normál, vagy inkább nehéz, ez szuper nehéz. Próbáljuk. Különféle feladatokat csinálunk, fölvagdaltunk 9 cumót, egy játékban, elszívtunk 10 szigit egy játékba, és így tovább. No, mindegyiknek van valamilyen előnye, hátránya. Kevesebbet eszik, az jól hangzik, ugye? Kevésbé zavarja a hideg. Lássuk. Fogalmam sincs, hogy melyik hol van. Oké. Kezdjük meg a lootolást. Hoho, egy kabát, az nagyon jó jön. We couldn't wait for, nem vártattunk rá az anomáliák. Túl erősek voltak, vannak anomáliák, mint említettem, nagyon gyorsan. Nem egyszerű mentőküldetés lett. Látom, nincs. Innen nem tudunk majd tovább menni, úgyhogy... Találtunk egy adag kulcsot. Próbálgatja a kulcsokat. Oké. Az elején még egyszerű. A legtöbb cucc valamennyire be van. Hogy hívják, hol van. Instant kaja. Be van fűtve, be van egyebezve. Próbál, na, szancos lesz. Közös ugyan az inventory, de egyszerre egy karakter egy cuccot tud csak használni. Elektromos panel. Ugye meleg, kaja és pihentség, vagy frisseség. Na, akkor itt az ideje, hogy lapál, vagy fűrészeljünk. Hát nem egy gyors folyamat, sajnos.
itt viszont nem lett egy hasznos lépés. Oké. Keresgéljünk cuccokat. Mutatja, hogy ki mit csinál, tehát amíg fut, addig nyugodtan nézhetjük ezt. Palánk. Oké. Ugye a cél, hogy mindig mindenki csináljon valamit lehetőség szerint. Mert akkor nem várunk, nem pazaroljuk a szűkös időkeretet. Gyógyszer nagyon-nagyon hasznos. Találtunk egy jó pár cuccot. Ó, egy első segélyláda, kompletten szöröstű, bőröstű. Oké. Úgy látom, ez egyenlőre ennyi. Jó, ő fut valahova. Vagy nem is fut, de még fut. Na, hogy állunk? Van sok mindenből, jó. Kajából vagyunk kicsit szűkösen. Meleg az a nem teljesen frankó. Nem olyan vészes azért a helyzetünk. Nem állunk rosszul. Nagyon kell, egyébként a roncsnál tudunk melegedni. Valamilyen hasznos infóval. Alvás közben jönnek a problémák. Ez jó hír, nem? Szumók. Oké. Fagyasztó. Thank you.
Adrenalin. Remek. Valaki menjen és nézze meg ezt a kapcsolót. Lehet, hogy ez még az eleje is, még csak annyi, hogy... Két elektromos tábla hiányzik. Az egyik megvan. Oké, főzőcskéz. Tudsz még egy kávét sütni, ennek viszont lassan tényleg. Aludnia kell. Annak minden problémájával. Látható, ilyen bogyók kezdtek el megjelenni. Most azok a gondjaink. Oké. Na, gond az, hogy majd aludnunk kell, ami nem lesz egy egyszerű mutatvány. Ó, még egy kabát. Az nagyon fincsi.
ács. Kicsit aludj. Meg szundikálj, de csak picit. No. Neked. Neked viszont aludnod is kell, meg enni is, és fázol. No, szerencsé, hogy csinált egy csomó kaját. Legalább a kajával nem lesz gondod. Próbálj aludni, de persze küzdenünk kell a világító golyók ellen. Készítjük ezt a medkitet. Mert ez egy hasznos dolog. Beugrasz itt egy alvásra, egy gyors alvásra, hogy viszonylag feltöltve tudjunk menni a következő bázisra. Csinálhatjuk. Ugye, egyébként maguktól szépen lassan elpusztulnak ezek az anomáliák. Ha úgy érezzük, hogy ezt a kockázatot és időt hajlandóak vagyunk rászánni.
Nem figyeltünk, úgyhogy most van két ilyen szörnyetegünk. Sőt, már három van. Az első megpunyat. Mennyit öntöttünk ki? Egy részét csak. Igazából úgy sem lehet teljesen megspórolni az anomáliákat. Az hozzátartozik a játékhoz. Jaj, nem kapcsoltam ki az alvást. Yeah. Az hiba. És tök fölöslegesen van még egy itt. Egy vadi új. Na mindegy. Rövid, apró menetekben egyébként lehet aludni, csak óvatosan. De előbb-utóbb szuper gyorsan fognak jönni a fénypászmák. Úgyhogy hosszú távon nem opció ez a... Elkerüljük őket, sajnos. Ó, na. Szépen lassan kipusztulnak. Következő zónába, annak minden előnyével és hátrányával, folytatjuk innen legközelebb. Mára ennyi.